ígéretesen alakulgat a következő karata generáció Tolnán, illetve vonzás körzetében Faddon. Az év végi kimondottan kisebb gyerekeket, kezdőket megcélzó nagyszabású bátorszéki versenyen 20 kis karatékával már jelen volt a tolnai, illetve a faddi szakosztály. Ez már az idei év tolnai toborzó munkájának kézzelfogható eredménye. Egész jól állunk az utánpótlás vonalon, hiszen az utánpótlás gyerekek, mint ahogy a helyszínen is látszik, elég sok gyerekre el tudtam jönni, összesen 20 gyereket neveztem a mai versenyre. Nem panaszkodom, lehetne nyilván jobb is, szeretném is, hogy egy picit magasabbra fel tudnám emelni a létszámomat, hiszen a 2019-es évben új tervén vannak, és egyfajta imidzsváltás történik a klubon belül, és szeretnék felállítani egy A és egy B versenyzői keretet, ami alapján majd delegálom a versenyzőket a különböző magasabb kvalifikáció versenyekre. Ennek a bátorszéki versenynek egyfajta rangsoroló szerepe is volt számukra. Már abból a szempontból, hogy a B verziójú felállítandó tolnai csoportba kik is kerülnek majd be 2019-ben. Az A verzió az mit jelent? Az A verzió az főleg ugye Magyarországon megrendezésre kerülő nemzetközi versenyek, magyar bajnokság, diákolimpia. A B verziónak főleg a diákolimpia lenne a csúcsverseny, illetve az egyéb gyerekversenyek, mint például ez a mai rendezvényünk is. Szarka Bence a tolnai faddi karate képzeletbeli piramisának már a csúcsán helyezkedik el. Katázik, de már a küzdelemre koncentrál, az utánpótlásban már a felsőbb korosztályhoz tartozó karatéka. Szeretnék formagyakorlatban is eredményeket elérni, de én inkább a küzdelem felé orientálódok. Amit Bálcaszéken mindjárt a verseny kezdetén győzni tudott korosztályában a formagyakorlatokban. Nagyon jó érzés, hogy első hely lettem, nyilvánvaló. Nem voltunk olyan nagyon sokan, egy kata kellett csak. Aha. Nem volt olyan soros a verseny, de végül is fejlődtél. Mennyiben erősebb vagy, tehát anyagerősebb a gyakorlatod? Igen. Igen. És a kivitelezés, ez tulajdonképpen visszanézett tükörből is. Mit mond Bali Ervin, amikor a katát bemutatod edzésen? Hát meg van velem elégedve, nagy átlagba, és szerintem én úgy érzem, hogy én is sokat fejlődtem. Milyen alkat vagy edzésen, nyugodt körülmények között bemutatsz valamit, azt tudod élesbe verseny között, körülmények között, és nem izgulod túl magad? Hát, versenyeken izgulni nem szoktam, de van olyan, hogy amit például edzésen nem tudtam megcsinálni, azt versenyen meg tudtam csinálni, illetve ez fordítva. Te az a versenyző vagy, aki hajlandó vagy naponta is egyszer edzeni, ezért hajlandó vagy Tolnára átutazni Faddról? Igen. Hetente négyszer vagy háromszor megyek edzésre. Szerdánként a iskolai dolgok miatt nem mindig tudok elmenni. A küzdelem a szíved csücske, milyen sikerélményeid vannak már, és mit mutatnak a súlycsoportodban mutatott eredmények, erőviszonyok, ahova eddig elmentetek? Gyakran voltam már a dobogón bármelyik fokán, és hát úgy érzem, hogy egyre jobb vagyok. Többen is persze saját képességeik határain belül hasonlót érezhetnek, mondhatnak el magukról egy ilyen nagy létszámú, jó hangulatú értékmérő verseny után, mint a bálcaszéki volt. Most az a célunk, hogy minél több meccset nyomjanak a gyerekek, minél többet lássunk belőlük, ők jól érezzék magukat, sikerélménnyel gazdagon menjenek haza, és ezáltal próbáljuk lelket önteni belőlük, hogy fontos az, amit csinálunk, fontos az, hogy közös team munkában végzünk gyerekek meg edzők. Hát a szülőnek pedig azt gondolom, hogy ez egy lehetőség arra, hogy a gyereket megmérettessük, nem csak a hazai klub események, illetve vizsgálkolása a gyermekét, hiszen itt egy nagyon jó közegben, egy nagyon jól megszervezett versenyen, tényleg egy profi színvonalon, magyar bajnokság színvonalán megtartott eseménynek lehetünk a tanúi. Úgyhogy a szülő azt gondolom, hogy ennél rosszabb színvonalú versenyre nem szabad, hogy elvigye a gyerekét versenyezni. A tolnai klub időközben részt vett két már minőségének mondható versenyzőjével, Veres Ádámmal és Szászi Katával a szerbiai Nízsben lezajlott Sotokán Európa-bajnokságon.